Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szokatlan és furcsa dolgok történnek mostanság a Vasas Sport Egyesületnél. Tudnélik, nem a problémákról és a bajokról lehet hallani. Nem megszűnnek a szakosztályok, hanem alakulnak. Most például férfi és női kosárlabda szakosztály alakult egyszerre. Markovics Lászlót köszöntöm sok szeretettel, elsőként az Egyesület elnökét. Zöldisz Kumály Judit a férfi kosarasok szakosztályvezetője, és az úr Fritz Csaba pedig a női kosarasok szakosztályvezetője. Kezdjük az elején. Hogy létezik az, hogy amikor mindenhol csak azt hallani, hogy mekkora baj van, akkor a Vasasnál nyílik egy új sportcentrum Pasaréten, és létrejön még két szakosztály, amely gondolom pénzigényes. Szerencsések vagyunk, hiszen amikor átvettük a létesítményeinknek a vagyonkezelő jogát, akkor az MKB Euroleasing az társult hozzánk, és végül is az MKB Euroleasingnek köszönhető az is, hogy kosárlabda szakosztályt tudtunk alapítani, hiszen ők szívügyüknek tekintik a kosárlabdát, mi meg rettenetesen örültünk annak, hogy a palettánk bővült. Magyarán, a pénzügyi feltételeket akkor a szponzor teremti meg, a Vasas meg a nevét és a létesítményt. Minden sportágnál, minden szakosztálynál, ha nincs támogató, nincs mecénás, akkor igazán nem tud egy társadalmi szervezet működni. Tehát ha sikerült nekünk az MKB Euroleasinget megnyerni, és a kosárlabda szakosztályon keresztül ők egyik fő támogatónk. És ez nekik szívügy vagy üzleti vállalkozás? A szívügy, azt értem, de ebben pénz is van? Hát végül is ez egy profitorientált cég. Hát természetesen, tehát a versenyszférában egy nagyon sikeres cég az MKB Euroleasing, de itt a Pasarétnél egyáltalán nem erről van szó. Ők szívügyüknek tekintik maga az egész sportot, szerettek volna hozzájárulni ahhoz, hogy a Vasas Sportklub is sikeres legyen. Pasarétben ők is láttak fantáziát, hogy az 58.000 négyzetméter az megmaradjon a sportnak. Korábban ők a vízilabda szakosztályunknál egyik fő támogatónk, sőt névadó szponzorunk volt, és kialakult egy nagyon jó kapcsolat, és úgy gondolták, hogy ha mi már a létesítményeket átvettük, akkor Pasaréten szívesen vállalnának szerepet, és ott 50-50%-ban működtetjük a pasaréti létesítményünket, és egy sportággal bővültünk, Pasaréten, sőt még a labdarúgó utánpótlás is helyet kapott, de a kosárlabda az az új szakosztály, amivel mi korábban nem rendelkeztünk, és most lehetőség nyílt arra, hogy ebben is megméretessük magunkat, és lehetőséget adjunk a gyerekeknek arra, hogy kosárlabdát is tudjunk így a palettán között nekik felajánlani. Na jó, akkor menjünk szépen sorban, udvariassági alapon kezdjük, akkor Judittal. Férfi kosarasok edzenek mostanában ugye már ezek szerint a Vasasnál. Csak gyerekekről van ez szó, vagy felnőttekről is, és mi a perspektíva, mi a kifutása annak, hogy most elindult egy új sportág, egy új szakosztály? Hát alapvetően a Pasarét utánpótlás sportra adta az állogát, tehát főleg gyerekek vannak, illetve hát hogyha 17 éves fiúkat még gyerekeknek nevezünk, akkor csak gyerekek vannak, de nyilván a versenyeztetés lehetővé teszi azt, hogy már felnőttben is elindítsuk ezeket a legidősebb korosztályainkat. Úgyhogy idén elindultunk MB2-ben is, egyelőre a C csoportban, de hát szándékunkban áll végigjárni a ranglétrát, és reméljük, hogy előbb-utóbb akár MB1-B csoportba is bekerülünk. Tehát szeretnénk mindenképpen perspektívát nyújtani a gyerekeknek, akik egészen kiskortól elkezdik nálunk a sportolást. Én azt hiszem, hogy egy perspektíva az mindenképpen mindenkinek kell, mint ahogy egy sportban a sikeresség is elengedhetetlen. Annak ellenére, hogy az Euroleasinggel és a Vasassal iszonyú nagy szerencsénk van abban, hogy egy nagyon jó nevű egyesületet kaptunk, illetve egy nagyon odaadó szponzort kaptunk. Nekünk is le kell tennünk az asztalra amellett, hogy egészséges életmódra nevelés, ez volt az áloga az egésznek, amivel elindultunk, de emellett most már egyre inkább az eredményekre is oda kívánunk koncentrálni. Ezekhez olyan edzőink vannak, akik a magyar kosár életben már elértek valamit, többek között itt a szakmai igazgatónkra, Armani Saidra gondolok, aki Ronchetti Kupa győztes, a NB1-ben ő már megvilágította magát, és most úgymond... De talán a kedves nézők onnan ismerték, Balogh Judit férje volt ugye a BSN-nél, BHG-nál. Akik női kosárlabdában járatosak, azok ismerik őt, de tényleg a legtöbb embernek Balogh Judit férjeként ismerős. Hát ma ő a legodaadóbb, és azt mondom, hogy a leglelkiismeretesebb edző az én meglátásom szerint a férfi utánpótlásportban, és ez most már az eredményeinken is kezd látszani. Uh-huh. Úgyhogy én azt hiszem, hogy hosszú távon az eredményekben is fog jelentkezni ez a nagy név ugye a hölgyeknél is van, méghozzá rögtön a vezetőedzői poszton, Túlsit Sándor irányítja a női csapatot.
És ugye itt azért már egy kicsit magasabban van a léc rögtön jelenleg, hiszen az NB1-ben indul. Mindenképpen, és hát ez nem minden előzmény nélküli, mert ugye a Turcsics Sándor úr szakmai tudásán alapulva létrejött egy Csata utcai műhely, ami úgy került az Euroleague látókörébe, hogy Török Zoltán, aki a soproni kosárcsapat menedzsere, hívta fel rá a Farkas Balázs úr figyelmét, tehát ez is mutatja, hogy azért van jó példa az összefogásra a kosárlabda sporton belül is, és hát ugye ez a műhely azért az elmúlt 5 évben 5-ször nyerte meg az országos junior bajnokságot, tehát szinte magától értetődő volt, hogy előbb-utóbb meg kell lépni azt a egyébként nem kis lépést, hogy az A csoportba induljunk el, úgyhogy a jövő hét végén éppen a testvércsapatunkkal, szabad így mondani, a Sopronnal fogunk rangadót vívni. Hát itt a rangadót még sajnos idézőjelbe kell tenni, de hát meg fogjuk próbálni megráncigálni az oroszlán bajszát. Most a helyzet ugye több szempontból is anakronisztikus, mert hát a kosárlabda sportág hát éppen nem a zenitjét éri Magyarországon, ugye balhék a szövetségben, sem a női, sem a férfi válogatott nincs ott az aktuális világversenyen. Milyen háttere van így a sportágnak, például mennyi nézőre számítanak, hiszen Budapesten hát nem annyira működik ez már. Budapesten egy kicsit az gyökértelen, ugye a lokálpatriotizmus kicsit hiányzik, de azért hadd hívjam fel egy jó példára figyelmeteket.